Sziasztok! Nagy Pál Anita vagyok, az Ifjú Demokraták elnökségének tagja. Köszönöm, hogy itt álltok. Sokan ismertek, sokan olvassátok az írásaimat, sokan tudjátok, hogy van egy fiam, akivel a tegnap estét a Heimbach gyermekkórházban töltöttük. Kipróbálhattam, hogy milyen ez, amikor orvosi személyzet hiány, illetve asszisztencia hiány. Én fogom a saját gyerekemet vérvétel közben. Milyen az, amikor egy 12 kilós gyerek lóg rajtam, mert már elaludt a kimerültségtől. Sok minden nem tudtok volna persze, azt sem tudjátok, hogy én régen soha nem féltem. Nem érdekelt, hogy mi lesz holnap. Nem érdekelt, amikor üres üvegeket kellett visszavinnem a boltba, hogy tudjak enni. Nem érdekelt, amikor nem tudtam befűteni a lakásomat. Felvettem még egy pulóvert és mentem tovább. Mióta gyerekemben megtanultam félni, pedig már van mit ennünk és tudom fűteni a lakásunkat is, de félek a jövőtől. Félek attól, mi lesz, ha Misi egy napon megkérdezi tőlem, hogy anya, miért nem mentél el innen? Ha láttad, hogy egyre rosszabb, egyre érhetetlenebb az ország, miért nem csomagoltál össze, vagy miért nem tettél legalább valamit? Nos, mit lehet erre mondani? Én nem mentem el, mert én még küzdök. Én még próbálok tenni a sokak Magyarországáért, a fiatalok Magyarországáért. A hangomat meghallják talán néhány ezren, de egyedül kevés vagyok, ti is kelletek hozzá, a ti segítségetek. És akkor 10-20 vagy 30 év múlva elmondhatom azt, hogy látod, fiam, én megpróbáltam, és sikerült. Köszönöm.